Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és jöjjenek az 1v1 technikák 5. része. Kod 4-ezni fogunk. Aki random netten rátalálna erre a videóra, annak elárulom, hogy 1v1 technikákat próbálunk be bemutatni klavival, és nagyon-nagyon-nagyon ajánlom, melegen ajánlom, hogy csekkold le az előző részeket, hogy egy teljes képet kapj arról, hogy mi folyik itt. Ugye csekkol a bevezető, nagyon fontos, hogy megértsd, hogy miről van szó, hogy nem csak random a világba csinálunk egy-egy technikákat, és úgy általánosan a többi részt is, hogyha érdekelt vagy a témában. Nos, a Kod 4-re esett most a sor, és mostanra azért már rájöttünk, hogy hogyan kell pályát választani. Természetesen Kod 4-ben nem tudtunk mi magunk saját pályát választani, mert fölmentünk egy szerverre, és ahogy esett, úgy puffant, de pont jól esett, és pont jól puffant. És az egyik az én pályám volt, ugye név szerint az Aimbush, ahol én a saját játékomat tudtam hozni. A következő Crash volt, ahol a Klavi tudta hozni a saját játékom, és azt kell, hogy mondjam, hogy a két stílus, amit képviselünk, hihetetlenül jól ki tud jönni bizonyos pályákon, úgyhogy az elkövetkezendő játékokban olyan pályákat láthatok, ahol egyik másiknak jobban megy, és megint csak ugye nagyon-nagyon lényeges szempontom, tud, hogy melyik koddal mész el egyvégyezni, és tud, hogy milyen pályán játszol. Habár random pálya volt ezen a szerverem, de az Aimbush az egy olyan pálya, amit jól ismerek, jól ismerem a technikáját, és pont jó volt, hogy ez a pálya következett be a sorban. Miről akarok beszélni a mai részben? Amit látjátok a cím, nézd a killcamot. Ugye sokaknál eltér ez a killcam nézés. Klavi azt mondta az egyik podcastban, hogy ő nem néz killcamot, mert ha végignézi, hogy néha milyen hülyén hal meg, abból rage quit lesz a vége előbb vagy utóbb. Én meg úgy vagyok vele, hogy 1v1-ben a killcam nézése az egy teljesen más dolog, és killcamot úgy gondolom, hogy szükségeltetik nézni. Miért? Mire is gondolok itt? Későbbiekben fogok még beszélni arról, hogy milyen technikát próbáltam itt alkalmazni, és mit lehet ebből tanulni. És természetesen nézzétek meg Klavinak a verzióját is, mert akkor teljes képet kaptok erről. Na, de most egy kicsit térjünk vissza arra a bizonyos killcamra. Miért kell nézni killcamot 1v1 technikákban? Egyrészt azért, mert ha lelő az ellenfeled, egy kulcsfontosságú 5 másodperces képet kapsz arról, hogy az ellenfeled merre indult el. És ha az ellenfeled butus, akkor bizony el fog indulni valamilyen irányba, legtöbbször ugye a te spawnod felé, de akkor már tökéletesen tudod, hogy nagyjából milyen útvonalon jön, ezért kivárhatod, vagy megelőzheted a támadását, és ezért nagyon fontos 5 másodperc képi anyag arról, hogy az ellenfél milyen taktikát fog beiktatni a következő lépésének. A másik dolog pedig, soha ne feledd el azt, hogy az ellenfeled is nézhet killcamot, és habár az nagyon-nagyon gyorsan kiderül. Ezért, ha lelövöd az ellenfeled, nem kell 5 másodpercig mozdulatlan legyél, mert kodban az nagyon sok idő, hanem egy 3 másodpercet mozdulatlan, maradj mozdulatlan, ne is mozdulatlan, hanem egyenesen nézz a fegyvereddel abba az irányba, ahonnan várod már az ellenfeled. Egy 3 másodpercig mozdulatlan, és utána mozdulsz már el a következő pontra. Tudom, hogy nagyon nem látjátok, hogy az ember nézi a killcamot, annyira reflexben nyomkodjuk el szerintem mind a ketten, mert ennél a pontnál még Klavinak a gameplayét nem láttam. Annyira reflexben nyomom el, hogyha meghalok, hogy mert már tudom, hogy honnan lőtt le, és ez a baj, hogy reflexből elnyomom, mert azt tudom, hogy honnan lőtt le, de azt nem tudom, hogy hova indul el, hogy mi a következő lépés, és azt csak abból tudom kideríteni, hogy megnézem a killcamot. Habár ezen a térképen a térkép ismeret, és maga a taktika, amit alkalmaztam, a pálya eleve adott rá lehetőséget, hogy alkalmazza ezt a technikát, és maga a pálya ismeret jobb volt, ezért Klavit gyakorlatilag nem engedtem játszani a saját játékát, és sikerült kitaktikáznom őt. Több szempontból is, egyrészt azért, mert megfigyeltem, igyekeztem egy saját UAV-ot csinálni, és volt egy másik apró trükköm, ami nagyon kötődik az időhöz, de mind a kettőről
lerántom a leplet. Azért most már azért nagyon durva dolgokat mondok el azzal, hogy én hogyan Call of Duty-zom, szóval így mindegy lesz, hogy kivel játszom, mert így halálra lealáztok itt szervereken. Na, a lényeg, hogy beszéljünk egy kicsit az UAV, kreáljunk magunknak saját UAV-ot. Azért hoztam el a Claymore-okat, nem azért, nem feltétlenül azért, hogy Klavi belefusson, tudom, hogy Klavinak szörnyű késztetése van arra, hogy belelőjön mindenbe, amit lát, és kihasználtam egyrészt ezt a dolgot, másrészt pedig összefügg a Claymore-ozgatás, összefügg természetesen a pályaismerettel, hogy magukat a Claymore-okat igyekeztem olyan pontokon lehelyezni, amik teljesen randomnak hittek. Szóval mármint randomnak látszik, de valójában nem azok, akik kod négyeznek, azok nagyon tudják, hogy például, hogyha a pálya bal oldalán lévő tanknál helyezek egy Claymore-t, az annyira egy random, de mégis tipikus hely, hogy az ellenfél 10-ből 9-szer belefut abba a Claymore-ba, azért fut bele, mert azon a helyen magas a közlekedési sáv, és tudom, hogy annyit már mostanra tudok Klavitól, hogy azért megfordul a tipikus útvonalakon, és de annak a tipikus útvonalnak a megszokott helyein már várja az akciót, ezért a tipikus útvonal nem megszokott helyeire helyeztem azokat a Claymore-okat, ha érthető, nem? Szóval tipikus útvonal, de nem megszokott hely. Mert a tipikus útvonal megszokott helyre már várja az akciót, és egy okos srác gyors és precízen céloz, jobban céloz, mint én, és gyorsan, mint én, ezért muszáj volt kitalálnom a játékot. A következő dolog, tehát így kreálok magamnak elsősorban egy UAV-ot, hogyha belefut a Claymore-ba, nagyszerű, de hogyha az ellenfelednek késztetése van arra, hogy belelőjön mindenbe, akkor hangot fog kreálni. Belelő a Claymore-ba, és már is tudod, hogy ott járt. Tehát már annyit tudsz, hogy ott járt. Ránézel a térképre, ami ott van a fejed fölött, jobb esetben, ha nem hardcore módot játszol, de akkor a fejben lévő térképedre ránézel, és felméred, hány útvonalon jöhet feléd. És olyan pontra mozdulsz a pályán, ahol mind a két útvonalat, vagy mind a hármat le tudod fedni. És ez lenne egy lényeg. Ez abban az esetben egy jó bevált technika, hogyha ismered a pályát, hogyha tudod, hogy nagyjából milyen útvonalakon közlekedik az ellenfeled, és tetszik, nem tetszik, megfordulunk tipikus útvonalakon. És egy-két kill, ez azt hiszem, hogy live-ban, ahol hangot fogtok hallani, ott lesz igazán jó a dolog, és ott fogjátok igazán megérteni, hogy mit csinál, mikor halljátok ti is a robbanás hangot, mikor halljátok ti is, hogy mit csinálok. Természetesen ugye beszéltünk TSN néha, hogy itt-ott elárulta magát egy-két szóval, de főleg elárulta magát azzal, hogy belelőtt a Claymore-okba, és akkor már tudtam, hogy honnan jön. Kimentem, lefettem az útvonalat, és gyakorlatilag belesétált a golyóba. Ennyi volt az egyik technika része. A következő technika, amit alkalmaztam ezen a pályán, az a térfélváltás technikája, hogy úgy mondjam. Tehát megszereztem a vezetést, és gyakorlatilag tudtam, hogy nagyjából Klavi mikor járhat az én térfelemen, és én akkor térfelet cseréltem. Átmentem a másik oldalra. Semmi másért nem mentem át a másik oldalra, csak azért, hogy húzzam az időt, hogy keressen az időt. Vezetek, nincs mitől paráznom, csak el kell bújnom, vezettem már itt nem tudom hány kilillel, és gyakorlatilag más dolgom nem volt, csak szépen klavival húzni az időt, vagyis hát húzatni vele az időt, hogy ő keressen. És ráadásul olyan spotokra mentem, olyan helyekre mentem, amelyek bár tipikusnak számítanak, de azon belül is nem tipikus helyek, és szerintem itt látni fogja ő is, hogy milyen dolgokat műveltem. MV2-ben játszottam, azt egy igazán köcsög játékstílust, hogy őszinteljek, de azt is látni fogjátok. És ez volt az én technikám erre a pályára. A harmadik dolog, amit alkalmaztam, az az időtechnikája, nevezzük így, hogy időtechnikája. És az pedig azzal jár, hogy ki tudod számolni, hogy mennyi idő az, amíg az ellenfeled megtalál téged, még akkor is, hogyha tipikusan mozgásban vagy. Nos, ami
előnyöm volt ezen a pályán, az ugye egyrészt, hogy jobban ismertem, mint Klavi, jobban ismertem ezt a pályát, mint Klavi, az kijött az egész dologból, és azt hiszem a pálya méretét is jobban ismertem, mert a pálya méret és az idő függvénye nagyon összefér a Call of Duty-ban, illetve hát, ja, hát Call of Duty-ban, mindig Call of Duty-ban az idő és a pálya méret nagyon összefügg, de mindenhol, ugye, ez fizikai törvény, a sebességet hogy számolunk, ugye, és gyakorlatilag egy bizonyos pontján a játéknak szerintem live-ban fogjátok ezt kétszer is hallani tőlem, hogy mondom Klavinak, egyszer mondom neki, hogy na most figyelj, másfél percen belül meg kell, hogy találj. A következő pontnál is mondom neki valami ilyesmit mondok neki, hogy egy percen belül, vagy másfél percen belül megint csak meg kell találj. És ugye nagy kincs, hogyha az ember tudja, hogy az ellenfele rátalál másfél percen belül, de hogy ez mégis miért adódhat. Azért, mert tudtam, hogy a pálya milyen nagy, és mennyi időbe telik körbefutni a pályát, mennyi időbe telik körbe sétálni a pályát, és mennyi időbe telik görbe googolni a pályát, és majdnem biztos vagyok benne, hogy Klavi mind a hármat csinált ezen a pályán, tehát a futásnak egy kombináció, ezt a sétával és a googolással futott ott, ahol sejtette, hogy nem hallom, sétált ott, ahol sejtette, hogy nem hallom, és googolni kezdett ott, ahol már sejtette, hogy belém fog futni, mert azért ő is egy hülye játékos, ugye már sejti, hogyha már egy eltelik egy bizonyos idő, azért meg kell találni, de tudni nagyjából a pontos időt, hogy mikor fog megtalálni, tehát egy ilyen perces időintervallumban sikerült megjósolnom azt, hogy Klavi azért meg fog találni, mert már az én mozgásomat is számításba véve, és azt, hogy Klavi is mozgott, én meg megálltam egy adott ponton, itt lesz nem sokára az a live-ban, hogy mondom neki, hogy hát meg kell, hogy találjál, megálltam, és akkor kivártam, mert itt már ugye egy térfélcserés technikát alkalmaztam, mert amikor utoljára őt leszettem, akkor tudtam, hova spawnol, én gyorsan átjöttem a másik térfélre. Na most Klavit ismerve ő végig kereste ott azt a térfelet, nagyjából kiküszöbölte a helyeket, és akkor kezdett átjönni erre a térfélre, és az az időmennyiség, amíg alaposan átkutattunk egy térfelet a pályán, ezen a pályán konkrétan átkutatja azt a térfelet, az nagyjából, ha ezt lassan csinálja és megfontoltan, akkor az nagyjából kiteszi azt az időt, amíg körbefutja a pályát, és ebből sejtettem azt, hogy valahol, valamikor most Klavi meg fog jelenni, és ez nagyon lényeges technika, én úgy gondolom, ez azoknak a játékosoknak jó technika, akik olyanok, mint én, akik megpróbálják átverni az ellenfelet, megpróbálják kitaktikázni az ellenfelet, és egyszerű ám bár, tehát józan paraszti észre hagyatkozva megpróbálnak nyerni a meccset, nem beszélve arról, hogy internet hátrányban vagyok hozzá képest, és precízebben is lő, pontosabban is lő, és gyorsabban is reagál a dolgokra Klavi, úgyhogy gyakorlatilag minden lehető trükköt be kell vetnem, és a következő pálya a Crash lesz, és ott például öncsően kikaptam. Egyrészt azért, mert bénáztam, másrészt azért, mert azért volt egy-két internet connection, de így is úgy is kikaptam volna, mert az a pálya egyrészt kisebb, és Klavinak jobban kedvez a mozgékonyságának, a fürgességének, és annak, hogy nagyon gyorsan pörög az agya, és alkalmazkodik a dolgokhoz. És gyakorlatilag hát látni fogjátok, hogy milyen technikát alkalmazott, de hát akkor lőjük le. Tehát Klavi technikája az előző játékban, amit egyrészt csinált, majd MV3-ban is beszélünk róla egy kicsit többet talán, vagy hát nem tudom. MV3-nak az első játékával ilyen rondán kikapni, Jesszus Mária. Így is kikaptam, hogy megint csak természetesen közbeszólt az internet és kedves testvérei. Voltak masszív bénázások is, és nagyon csúnyán kikaptam, de nagyon tanulságos lecke volt, azt is látni fogjátok, szóval nem igazán akarunk elrejteni semmit. És a Crash-re visszatérve, tehát a Klavi nagyon jól alkalmazta elsősorban nagyon-nagyon fontos az, hogy 1v1-ben szerez meg az első két killt. Mert ha 1v1-ben megszerez az első két killt, eleve az adrenalin már nem önti el annyira az agyadat, és már jobban tudsz gondolkodni. És ha jobban tudsz gondolkodni, akkor az a játék a tied. Meg jó, hogyha megszerzed azt az első két killt, mert onnantól már
60%-nyi esélyed van, hogy megnyered a játékot, mert eleve az ellenfeledben töröd az önbizalmat. A harmadik kill az döntő fontosságú. A harmadik kill már 80%-ra emeli a nyerési esélyedet. Mert ott az ellenfél az az első pont, ahol megijed az ellenfeled. Az az első pont, ahol megijed, hogy hoho, itt letaktikáztak, hoho, itt lepörögtek, hoho, itt jobban céloznak, mint én. Az a pillanat, ahol az ellenfeled megijed, és az agya leblokkol. És pontosan az történt, én úgy gondolom legalábbis, tehát velem ez történik, hogyha nagyon vesztésre állok, leblokkol az agyam, és elfelejtem a legegyértelműbb dolgokat, és ez nagyon kijön nálam Crashnél, amikor Klavi elbújt, mert ő is mit csinált, masszívan megszerezte az előnyt, és akkor játszotta a köcsögjátékot, amint én elfogta magát, elbújt, szart bele az egészbe. Egy adott pontján feljött valaki a szerverre, de Hansnak lelépett, nem sok vizet zavart, rájött, hogy nem fent számára ez a játék, és nagyon-nagyon jól csinálta Klavi. Nem beszélve arról, hogy a Crash az egy kis pálya, és gyakorlatilag 20 másodperc elég, hogy középről. Milyen 20 másodperc, miről beszélek? Tehát egy ilyen 5 és 10 másodperc elég, hogy nagyjából a pálya közepéről elér egyik ponttól a másikig, és a Crashnek a spawn rendszere hihetetlenül egyszerű, szóval két helyre spawnolsz, tehát gyakorlatilag két helyre spawnolhatsz, ez természetesen függ attól, hogy vannak beállítva a dolgok, de hogyha ketten játszanak egy pályán Crashnél, csak két helyre spawnolhatsz szinte. És onnantól kezdve, ha lefetted a két spawnt, lefetted a középső részt, akkor vége a játéknak, még annyira vége a játéknak, hogy az ellenfelednek gyakorlatilag esélye sincs egy kicsit más útvonalat választani, kicsit kerülni, egy hátsó útvonal van gyakorlatilag Crashen, és na, tehát azt is könnyeden le lehet fedni, de az az egyetlen esély, és egy jó játékos, mint Klavi, azt nem hagyta, hogy kihasználjam, úgyhogy nagyon okosan játszott itt, és nagyon gyorsan reagált minden mozdulatra, minden spawnra, és a többi, úgyhogy le a kalappal. És természetesen sikerült rám kényszeríteni az ő kis pörgős játékát, azt, hogy jobban cél, az jobban lő, stb. És ahogy minél többet játszunk egymás ellen, ezen a ponton már csak a Cod Ghost van hátra, és hogyha sikerül, akkor a Cod WoW, tehát World at War lesz hátra, és ennyi, meg lesz az összes sorozat. Nem tudom, hogy mindegyiknél fogok-e még beszélni valamiről. MB2-nél megint csak egy másik technikát fogunk tanulni, de amit ebben tanultunk ebben a részben, ugye az a csinálj magadnak UAV-ot technikája, Claymore-ok által, vagy bármi által, ami felrobbanhat, és az ellenfeled lelőheti, és a többi, és a többi. Csinálj magadnak UAV-ot. Térfélváltás technikája, nevezzük így, amikor tudod, hogy a te térféledre közeledik az ellenfél, átváltasz a másik térfélre. Ez akkor, természetesen akkor válik be a legjobb, hogyha te vezeted a nyerést. Az időszámolás technikája, amikor tudod, hogy mekkora a pálya, mennyi időbe telik rajta gyalogolgatni, és kiszámolod, hogy mostanra most már meg kell, hogy találjon lassan az ellenfél, és lefeded az útvonalakat, ahol az ellenfeled jöhet. Klavi technikáját számba véve remekül lefette a spawnokat, és uralta a pályának azt a bizonyos középső kör részét, és annak is a középső kör részének a széleiről lőtt le, hogy egyrészt lefedve a középső pontos, lefedve a külső útvonalakat, nagyszerű játékot játszott, és természetesen ahogy kell, utána elbújt, és már nem tudtam megtalálni, azért, mert agyam le volt blokkolva, és a legegyértelműbb helyet hagytam ki a keresésnél, és részt is fogjátok venni, innentől már live-ban megy az én gameplayem is majd, és észre is fogjátok venni, hogy a legegyértelműbb helyet kihagytam, és, de már mindegy is volt, mert onnantól kezdve már nehezen hozhattam volna be azt a bizonyos pár killt. Nos, köszönöm a figyelmet, élvezzétek a további műsort, nézzétek meg Klavinak a gameplayét, mert nagyon sokat lehet belőle tanulni, mind a két szemszögről, és látni kell azt, hogy mi a mozgás kultúra, mert két különböző játékos vagyunk, két különböző mozgás kultúrát választunk, és mindenki megtalálja egyrészt benne a saját magát, és tanulni lehet belőle, és kifejleszteni esetleg egy harmadik technikát. Úgyhogy most jöjjenek
jöjjön a live gameplay, és nézzétek meg, mert jó és egy minőségi játék, hogy őszinte legyek. Köszönöm a figyelmet, és hát, ja, jó videózást! Oh, na most belaggoltam. Jó, ezt jaj, nem számolom be neked, jó? Jó, hát figyelj, ez... most megláttam, hogy laggoltál, de később már. Úristen. Igen, jó, mindegy. Hogy mindegy, ez van, ez van. Na. Hát jó, tudtam. Nem az, nem az a baj, hogy tudtad, hanem az a baj, hogy megálltok én. Ja. Ezen a pályán nem nehéz kitalálni a spawnba, az meg. És azért nem. Várj most. Ja. Oké, okay, menjél, mehet, mehet. Nagyon-nagyon gyorsan eljutott el oda, mert még hallottam, amikor leraktad itt a Claymore-t. Bazd meg, lassú vagyok. Lassú vagyok. Aha. Köszönség volt. Hoppa. Tudtam, mondom, de nem, ah, jól ismered a pályát, akkor nem kéne lebecsülnöm téged. Hallottam a lépteidet. Olyan amatőr, tudom, olyan amatőr hibákat követek el, nem, azt hittem, hogy nem is, nem, lelőttelek. Mi? Most lelőttelek, jó, még elő is céloszt. Sajnálom. Na. Mindegy. Olyan amatőr hibákat követek el, hogy szörnyű. És nagyon elbíztam magam az előző körnél. Hát az előző körben nagyon megfogtál, az igaz, de... Most rá kicsit visszahoztam ezt a elvesztett presztist. Most jön 6,5 perc bujócska. Legalábbis megpróbálom. Te bujócskáznál? Hát most jó, fel kell vennem a te benne vagyok a játékba. Most fel kell vennem a te taktikádat. Meg kell tapasztalni, mit szoptam az előbb. Hmm,
az anyát kénnyel. Ennyit szerintem életemben nem kempeltem. Komolyan. Már jól kezdem rosszul érezni magam. És hát türelmetlen vagy mi? Néztem a Black Ops-os gameplayedet, nagyon kis türelmetlen voltál, még így néha ilyen fura dolgokat műveltél. Ja, ezért nem... Unatkoztál a pályán. Hát most mit csinálják? Hát én nem szoktam kempelni igazából, én pörgősen szoktam játszani. Igen, tudom. Egy-egybe ez nem biztos, hogy mindig kifizetett, hogy például az előbb is ugye látszódott az előző gameplaynél, de... Hát ott megfogtalak az első két killen, nem igen, sok esélyed volt. Igen, utána benne volt a rotációkba, ja. Bemakkoltam ugye egy kést, aztán ennyi kb. De elbújtál, bazd meg. Még 4 perc kb. Na kb. Az anyám kínját is megkerestem. Ugye én az előbb ugyanezt így jártam a pályát végig, aztán kaptam az arcba. A glitcheket nem használunk ki, jó? Nem használok semmi glitch. Nem jumpoltam föl se, meg semmi. Azt jumpopolt már megnéztem. Na, bejött egy srác. Hát ez rendes lesz. Na már. Itt lövöldözik. Faszom. Jaj, geci bazd meg, mindent átnéztem, csak egy helyet nem. De most itt ez a buzi vágod. Hát most... Mindegy, lőtszel rá meg. Belem van egy csapatban. Ja, fasz meg, akkor meg... Ha meg is talán meg. Jó volt. Na most meg megtalált a gyerek. Hát ez így... Hát lelőtted, de tudom, hogy hol vagy. Ja, hát jó, de ott voltál te is. Tudtad eleve, hogy hol voltam. Hát de így most már tudni fogom, hol vagy. Sok értelme nincsen. Nem, nem tudod, hogy hol vagyok. Hidd el. Ilyen gyerek játszik. Jó. Azért annyi eszem volt, hogy ezt a helyet rögtön leveltem. We're losing this fight! Kecs is nézzek, nem találok meg. Nagyon elbújtál. Már tudtam, hogy amint felrobbant a klémmel, tudtam, hogy te rögtön oda vissza fogsz menni. Szóval akkor gondoltam, kimegyek, ott volt a gyerek az utcán, azt lelőttem, aztán hát innen már egy percig nem nehéz elbújkálni. Léptem is tovább. De legalább elment jó arc volt. Na jó van, ezt a kört vitted. Time is running out! Hát az előzőben nagyon-nagyon meglettem a látva, úgyhogy most legalább egy kicsit visszahoztam itt a... Jó, hát nagyon bemakkoltál egyébként. Ja igen, amúgy nagyon szar, hogy te szoktál... Nagyon sok lövést bemakkoltál. Ó, mikor nagyon sok lövést bemakkolsz be, akkor azt már skillnek meg... hívják. Azt igen, lehet, de... katasztrofális volt. Tudom, hát igen, ez így nem túl fair. Nem a... hát... Kb. Jó, van, menjünk.
Picsába. Hallottam, hogy hol, de nem láttam, hogy hol. Nem láttad, hogy hol. Hallottam, hogy itt volt, de nem láttam, hogy hol. Fú, mekkora collectionom volt. Hát meg így is lenédeltél simán. Hát ez csak a szokásod spot. Én is dobtam, csak hát nem találtál annyira jó. Jaj, lagid, bazzag, nagyon, nagyon laggolok. Félő, hogy... Fú... Félő, hogy... Félő, hogy nem fog ez így jól esülni. Anyád, hát... Úristen, összeugrálok a pályán, az a szokásos. Nagyon szar. Ó, Isten, még láttam is, te is, azt hittem nem fog érzékelni ilyen messziről. Azt hittem nem fog beérzékelni ilyen messziről, de tévedtem. Jaj, Klavi? Hát de vágod, negye vagyok, já, így is nyersz. Hát de azért nyerek, bazzag, hogy inkább bujkálok, mint hogy izé... Hát figyelj, ez is egy taktika. Támadok. Ez is egy taktika, így is lehet nyerni. Hát taktika, de milyen geci. Hát ja, ez is szar. Jó, mondjuk ez nyerni kell, csak szar már akciózni. Izébe jó lesz. MV2. Szerintem jobb lesz már a lobbiskodokban, talán. De nem a... Tudom, hogy a netesszer, de hátha jobb lesz. Remélem. MV3-ban például nagyon-nagyon durván laggolok. Keresel, Cunci Mókus, keresel? Hát nyilván. Ha megállnék kempelni, akkor itt vége a játéknak, akkor vesztettem. Helyes. Próbálok, azok azért nem vagyok. Meglátod bazzag a videóban, milyen lagjaim voltak? Úristen. Hát, tudom, hát az amikor már steppelsz a pályán, mert mennél előre és az csúszol vissza. Ja. Ismerős. Hát sajnos, bazdmeg, így kell játszanom, mert amint meg lesz, le fogom lőni. Meg... Mi történt, saját és... gránát? Nem, a Claymore-odnak hallottam a kattanását, de nem talált el. El tudtam ugrani előle. Te kis... Mak. Legalább tudom, hol vagy. Saját gránát, az kéne még. Még az előbb úgy feseltem magam a előző pályám. Áh! Látod, erről beszélek. Ez itt a baj. És azt tudom, hogy honnan lőttél. Csak meglőttek. Hát én tudom, én már ott nagyon vártalak, hogy gyere. Hát igaz, ilyenekbe halni kéne már, mint úgy értem, hogy... Egy jó connection-nel itt nem lenne esély. Not egy... Ah, szép. Headshot, és most végre beadta. Ez szép van. Az igen. Ez szép van. Ott a kocsinát. Az igen. Ki vagyok taktikázva, úgy érzem. Egyelőre, amíg... Néztem a posztert a falon, és erre megjelentél magad. Néztem azt a kurva posztert a falon. De balfasz voltam. Te megijedtem. Nagyon nagy balfasz voltam. Simán leket meg tudjálak szedni. Simán. Ez meg megint saját balfasságom.
Ez az, igen. Tudom, mire játszol. Próbálsz belekényszeríteni a saját játékodba. Hát de ne, ezen a pályán, hogy... Csak kinek fogyok a lőszerből, mindig elfelejtem felvenni a fegyvered, és igazából nincs is rá idő. Hogy felvegyem meg, addig nem, akkor nem tudom megcsinálni a lépésem. Hohohoho! De megijedtem, geci! Pedig itt jártam fél percen, mondom nem, csak a lépcsőn fogsz feljönni, hogy nem, ha nem nézek arra. Erre geci, bazd meg. Tudtam, hogy valahol itt ezen a részen lehetsz valahol, de... Ez most már az volt. És csak a lépcsőn másztál fel, akkor... Ne, a létre mentem, a létre. Illetve igen, és mondom, megnézem a lépcsőd, mert itt ez nem stimmel. Az a baj, hogy ilyenkor ugye nem vagy rákényszerít, vagy keres, mert még mindig te vezetsz. Jep. Szóval... De amúgy láttalak. Most? Amióta lekéseltelek? Hát, hogy az előbb. Aha. De rossz. A legrosszabb érzés. Ügyesen eltűntél. Túl ügyesen. Az baj, már várom a Claymore kattanását. Így arra is élek, így ajtókon így úgy megyek be, hogy így hopp. Igen, ismerős. Na hát igen, most köcsögül játszom. Hát így is kell játszanod, nem tudsz más csinálni. Nem baj az. Remélem, hogy le fogja menteni a log ellenére, szóval hogyha lenyomom az F10-et, akkor szép képet fogok kapni. Ja, igen, hogy rendesen, mint hogyha nem lagolt volna, ugye? Arra gondolsz? Mm-hmm. Reméljük, ja. Na, ugye a Black Ops 2-nél egy fekete képernyőt rögzített nekem is. Aha, hát reméljük, ja. Mert az én szemszögemből ez annyira nem annyira érdekes, mint a tiédből, főleg, hogy ugye neked kellett a lag ellen játszani. Ó, hidd el, hogy az enyém se olyan túl érdekes, hogyha bele gondolsz. Hát ja, de nálad voltak a killek 1-2, meg nálad azért ott a Mind Games, szóval... Bassz meg! Na ez hozzátartozik a Mind Games-hez. Hát igen, most ebben mit tudok csinálni. Bekattant, hiába ugrok, már vége volt.
Azt a spototomban raktam, ott a tanknál a claymort. Fú, nagyon gyűlölöm. Nagyon gyűlölöm. Igen? Sokszor haltál? Ah, sokszor haltam. Nagyon megtanultam. Van egy másik spot is, remélem megtalálod. Nem annyira. Ha szerencséd van, ezután crossfire-re nagyon szopadhatsz. Hát reméljük, valami. De ha nincs szerencséd, overground is van. Vagy egy pipeline. Az is jó lenne még. Jó, az nem lenne rossz amúgy, de az két esélyes nálam az a pálya. Ez a vagy bejön, amit akarsz szervezel, vagy nem mi. Uh-huh. Attól függ, hogy fel tud-e venni az elején a ritmus. Na, ja. Faszom. Kutatlak egy órája, de semmi. Hát, Klavi... Hát igen, most a te játékodat játszok, mit csinálja? Hamarosan meg fogsz találni amúgy. Igen? Egy olyan percen belül meg kell találj. Mondom. Egy percen belül, dur. Pedig ezt a helyet még át is néztem többször, vágod. Akkor jöttem át a pályára ide, amikor belementél a Claymore-ba. Uh-huh. Akkor tudtam, hogy hova fog spawnolni, és ezért helyet cseréltünk. Hogy leleplezzem én is a trükkemet. Na. 1 perc 48. Másfél percet adok és meg kell találj. Hát, a connection. Semmi baj, még úgy se találtalak. Geci, csak ne így találj be. Csak ne így találj be. Hát, ha mindig mondod, mikor connection van, akkor addig meg tudok állni, vagy ilyesmi. Ó, Geci, jó. Ne, az ne állj meg, hát most. Jó. Nincs értelme. Még mindig nem mentél bele a bank, ez a Claymore-ba. Reméljük nem is fogok. Faszom le az időm. Hát akkor itt már nem sok. Hát itt már senki is úgy nyerhetek. Csak még gondoltam még egyszer jól volna megtalálni. Na, pont lementettem a játékot, bazd meg, és pont akkor találtál be. Hát, még nem volt vége addig. Nem szabad megállni. Szép. Szép. De csúnya! Akkor ezt lementem én is. Geci, pont ott vártalak, mondtam másfél perc bejössz, lementettem a játékot, megjelentél. Na, faszom mondom. Hát ez ilyen. Yep.
Ah, leugrottál. Uh-huh. Arra az egy spotra pont nem gondoltam, bassza meg. Paszkal az a jó. Hogy jól mellélődtem, mikor először megláttalak. Én is nagyon mellélő álltam, de hál' Isten beadtam. Úgy utáltam barokon ezt a pályát. SD-re szerintem fasza. Túl fasza. Mindenki ezzel a pályával jött, már hány ingerem volt tőle? Hát jaj, pár szóval játszottunk rajta, de hát. Halni kéne. Le kell találni. Eltaláltalak. Hát egyszer igen, de... Egyszer csak? Az nem elég. Egyszer találtalak el? Uh-huh. Olyan hitmarkereket kaptál, mint a szar. Hát besérültem, de nem haltam meg. Baszkit, hogy értem. Mm-hmm. Nice. Na. Ezt így becsúnyan belementem. Nagyon csúnya. A lelkem megállt. Azt a kurva. Hallod, nagyon beszártam. Ne, még látlak is, ne! Ne. Na, no, de miért ne? Nem tudom, connection vagy ilyesmi. Az életemért menekülök. Jobban is teszed. Oh, oh. Na most belaggoltam. Jaj, bazzagat. Nem számolom be neked, jó? Jó, hát figyelj, most megláttam, hogy laggoltál, de késő volt már, akkor elkezdtem darálni, aztán nem tudom, reflexből lőttem. Pedig még észre is vettem, hogy belaggoltál, de hát sajnálom. Mindegy, ez van, ez van. Na. Hát jó, tudtam. Nem az a baj, hogy tudtad, hanem az a baj, hogy megálltok én. Ja, bazzag. Most azért nem tudom csinálni. Ezen a pályán nem megy. Ja.
Oké, okay, menjél, mehet, mehet. Nagyon szép. Nagyon-nagyon gyorsan eljutottál oda, mert még hallottam, amikor leraktad itt a Claymore-t. Bazd meg! Lassú vagyok. Lassú vagyok. Ez van a fasság volt. Hoppa. Tudtam, mondom, de nem, jól ismered a pályát, akkor nem, ja. nem kéne lebecsülnöm téged. Hallottam a lépteidet is. Olyan amatőr hibákat követek el, nem, azt hittem, hogy nem lelőttelek. Mi? Most lőttél rám? Lelőttelek, jó, még elő is célos. Sajnálom. Na mindegy. Olyan amatőr hibákat követek el, hogy szörnyű. És nagyon elbíztam magam az előző körnél. Hát az előző körben nagyon megfogtál, az igaz, de... Most már kicsit visszahoztam ezt a... elvesztett presztist. Most jön 6,5 perc bujócska. Legalábbis megpróbálom. Te bujócskáznál? Hát most fel kell vennem a te taktikádat. Benne vagyok a játékba. Most fel kell vennem a te taktikádat. Meg kell tapasztalni, mit szoptam az előbb. Az anyád fényjel. Ennyit szerintem életemben nem kempeltem. Komolyan. Már én kezdem rosszul érezni magamat, hogy itt gubbasztok. És türelmetlen vagy, mi? Ja, néztem a Black Ops-os gameplayedet, nagyon kis türelmetlen voltál, még így néha ilyen fura dolgokat műveltél. Ja, ezért nem nagyon szoktam. Unatkoztál a pályán. Hát most mit csinálják? Hát én nem szoktam kempelni igazából, én pörgősen szoktam játszani, és hát... Igen, tudom. Egyve-egyben ez nem biztos, hogy mindig kifizetődő, ahogy például az előbb is ugye látszódott az előző gameplaynél, de... Hát ott megfogtalak az első két killen, nem. Igen, utána benne voltam a rotációba, volt. Ja. Bemakkoltam ugye egy kést, aztán ennyi kb. De elbújtál, bazd meg.
Még 4 perc kb. Kb. Az anyám kínját is megkerestem. Ugye én az előbb ugyanezt így jártam a pályát végig, aztán kaptam az arcba. A glitcheket nem használunk ki, jó? Nem használok semmi glitchet. Nem jumpoltam föl sehova. Meg semmi, semmi ilyesmi. Az jumpopokat már megnéztem. Na, bejött egy srác. Hát ez rendes lesz. Na már. Itt lövöldözik. Faszom. Jaj, keci bazd meg, mindent átnéztem, csak egy helyet nem. De most itt ez a buzi, vágod? Hát most... Mindegy, lőtsz arra, megtalálod. Velem van egy csapatban. Ja, bazd meg. Akkor meg... Ha engem talál meg. Jó volt. Na most meg megtalált a gyerek. Nem, hát én találtam. Hát lelőtted, de tudom, hogy hol vagy. Ja, hát jó, de hát ott voltál te is, úgyhogy tudtad eleve, hogy hol voltam. Hát de így most már tudni fogom, hol vagy. Sok értelme nincsen. Nem, nem tudod, hogy hol vagyok. Hidd el. Kiment a gyerek, játszunk. Jó. Azért annyi eszem volt, hogy azt a helyet rögtön leveltem. Kecs is nézzek, nem találnak meg. Nagyon elbújtál. Már tudtam, hogy amint felrobbant a claymore, tudtam, hogy te rögtön oda vissza fogsz menni. Szóval akkor gondoltam, kimegyek, ott volt a gyerek az utcán, azt lelőttem, aztán már... Hát innen már egy percig nem nehéz elbújkálni. Léptem is tovább. De legalább elment, jó arc volt. Na jó van, ezt a kört vitted. Hát az előzőben nagyon-nagyon meglettem a lázba, úgyhogy most legalább egy kicsit visszahoztam itt a... Ja, hát nagyon, nagyon bemakkoltál. Egyébként. Ja igen, amúgy nagyon szar, hogy te szopod a connection. Nagyon sok lövést bemakkoltál. Ó, amikor nagyon sok lövést makkolsz be, akkor az már skillnek hívják. Az igen, lehet, de katasztrofális volt. Tudom, hát igen, ez így nem túl fair. Nem a, hát... Na lementettem. Nagyon szar volt ebből a szempontból. Nagyon sokat bemakolt.